Téged hívlak, Uram, kősziklám, ne fordulj el tőlem némán. Hagyd meg esedező hangomat, amikor segítségért kiáltok, kezemet fölemelve szent templomot felé. Böjt második vasárnapján szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, az apostol szavaival. Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén hívjuk segítségül a mi Urunkat, Istenünket énekszóval, és énekeljük a 334-es számú énekünknek az első versét, a régi énekes könyvünkben ez a 475. dicséret. 334. ének így kezdődik az első verse: imádkozzatok és buzgón kérjetek. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és fogadjuk szeretettel a gyerek perceket. Áldás békesség! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyermekek, azokat is, akik esetleg egy kicsit távolabb ülnek itt az első soroktól. És nagyon örülök annak, kifejezetten örülök annak, hogy mindenkinek láthatom a kis arcát, és láthatom mosolyotokat, láthatom azt, hogy éppen hogy érzitek magatokat. Viszont akik távolabb ülnek innen, nem biztos, hogy látják. Ezért mindenkinek a kezébe adtam egy ilyen kis lapocskát, és most ennek a segítségét fogjuk hívni, ugyanis arra kérlek benneteket, hogy emeljétek fel magasba ezt a lapocskát, és mutassátok meg, hogy éppen hogy érzitek magatokat. Ugye két oldala van, és jó magasba, hogy akik távolabb ülnek, ők is hadd lássák, hogy most éppen milyen a kedvetek. Őszintén, ha most rosszabb a kedvetek, azt is nyugodtan. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy a többségnek azért most jó kedve van, ennek nagyon örülök, és remélem, hogy akinek most esetleg kicsit rosszabb kedve van, az most meg fog változni hamarosan. Na de hát nagyon sokféle érzés van, amit nap mint nap átélünk, és ha már érzésekről van szó, akkor továbbra is arra kérlek benneteket, hogy a kis lapocskáknak a segítségével mutassátok már meg nekem, hogy mit szoktatok érezni olyankor, amikor a barátaitokkal együtt játszhattok? Vidámok vagytok, boldogok. Én is boldog vagyok, amikor a barátaimmal lehetek. Mit szoktatok érezni olyankor, amikor fáradtak vagytok? És nagyon sok a házi feladat, vagy a feladat, amit meg kell csinálni. Hát, itt úgy látom, hogy több a lefelé biggyedő száj. És olyankor mit szoktatok érezni, amikor esetleg megbetegszetek, és rossz a közérzetetek? Olyankor is szomorúak vagyunk, ugye, mert nem jó betegnek lenni. És most, hogy tudjátok, hogy holnap, és holnap után nem kell suliba és óviba menni, hogy érzitek magatokat? Nagyon sok a mosolygós arc, elhiszem. Remélem, mindenki fog tudni egy nagyot pihenni, holnap és holnap után.
Na hát nagyon sokféleképpen szoktuk érezni magunkat. Van, hogy jól érezzük magunkat, boldogok vagyunk, viszont előfordul, amikor szomorúak vagyunk. Mit szoktatok érezni olyankor, amikor féltek valamitől? Olyankor szomorúak vagyunk, amikor félünk valamitől. Képzeljétek el, hogy Istennek elmondhatunk mindent. Elmondhatjuk neki azt is, hogyha jó kedvünk van, de azt is megoszthatjuk vele, hogyha éppen szomorúak vagyunk. Jézus is ezt tette, imádságban állandóan Istenhez fordult, és folyamatosan kapcsolatban volt vele, és elmondta neki azt is, hogyha éppen egy nehéz küzdelemre készült a gonosz ellen, és őszintén Isten felé fordult. És mi is oda mehetünk Istenhez, és megoszthatjuk vele az érzéseinket, azt, hogy hogyan vagyunk, és ő meghallgatja a mi imádságunkat, és megsegít bennünket, megerősít bennünket, amikor szomorúak vagyunk, és megajándékoz bennünket boldog, örömteli pillanatokkal, órákkal, sőt napokkal is. Úgyhogy arra bátorítalak benneteket, és a gyülekezet minden tagját, hogy bátran merjünk mindig Istenhez fordulni imádságban, megköszönni neki mindazt a sok ajándékot, amivel megajándékozott bennünket, és merjük megosztani vele azt is, hogyha éppen félünk valamitől, hogyha valami nehézségen megyünk keresztül. Köszönöm a figyelmeteket! Mi is köszönjük szépen, és folytassuk tovább most Isten tiszteletünket a főénekünk éneklésével, ami a 715-ös számú ének az új énekeskönyvünkben, mind a négy versét énekeljük. Régi énekeskönyvünkben ez a 338-dik, és amíg éneklünk, addig megkérem a gyermekeket, hogy menjenek fel a toronytermekbe gyermekisten tiszteletre. A 715-ös számú énekünk így kezdődik: lelki próbáimban Jézus légy velem. Thank you.
A mi Isten tiszteletünknek további megáldása és megszentelése jöjjön attól az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, most hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található a Máté írása szerint való evangéliumban, 26. fejezetben, a 36. verstől a 46. versig tartó igeszakaszban, a gyülekezet helyét elfoglalva, alázatos szívvel és figyelmes lélekkel hallgassa az igét. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötrődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és virrasszatok velem. Egy kissé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Ennyire nem tudtok virrasztani velem egy órát sem. Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, harmadszor is imádkozott, ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk. Íme közel van az, aki engem elárul. Tegye a mindenható Isten a Szentlélek ereje által áldásunk forrásával hallott igének szavait, válaszoljunk a megszólító szóra, testvérek, jöjjetek, imádkozzunk. Örökké való Isten, szerető mennyei jó atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, ajkunk nem képes elmondani, emlékezetünk nem tudja elősorolni mindazt a sok jót, amivel csupán az elmúlt héten is megáldottál és megajándékoztál minket. Bocsáss meg, hogy oly könnyen megfeledkezünk gondviselésed, irgalmasságod és kegyelmed jeleiről. Magunkat megalázva sietünk te hozzád. Tekints ránk irgalmasan, és ne vess meg minket bűneink és mulasztásaink miatt, és ne fordulj el tőlünk, noha számos okod lehetne rá. Urunk, könyörülő Istenünk, te magad mondtad, hogy aki te hozzád megy, azt el nem taszítod magadtól. Ebben az ígéretben bízva keresünk most közelségedet. Hallgass meg minket, amikor hozzád kiáltunk, és oltalmazó szeretetedet kérjük. Némítsd el a szenvedést és halált okozó fegyvereket. Törd meg az emberi erőszakot és brutalitást. Hajlítsd meg az emberek szívét magadhoz és egymáshoz. Adj békességet, Úristen, a mi időnkben a földön. Enyhítsd a szenvedést, adj reménységet és bizalmat a jövő iránt. Mozgósítsd a sebeket gyógyító, az éhezőket tápláló, az otthontalanokat befogadó és felkaroló emberi segítő készséget, jóindulatot, szeretetet. Most pedig jöjj, és tanácsolj, vigasztalj minket szent igéddel, mert nagy szükségünk van a tőled jövő útmutatásra. Könyörülj rajtunk, hogy nyitott szívvel fogadjuk, amit mondasz. Sőt,
Téged, magadat szeretnénk nyitott szívvel igazán befogadni az életünkbe, és minden gondolatunkat, akarásunkat, szándékunkat alárendelni akaratodnak. Küldd el közzénk éltető és megvilágosító lelkedet, hogy fényre, reményre gyúljon bennünk az evangélium. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve most énekeljük a 360-as számú énekünket. Második versével, ez a régi énekeskönyvben a 440. dicséret, 360. énekünk második verse így kezdődik. A Gecsemáné kertjében kezdette szenvedését. Azok az igék, amelyek alapján szólni kívánok közöttetek, Isten szent lelkének jelenlétében bízva, és az ő áldását kérve, írva találhatók a már imént hallott igeszakaszban, a Máté írása szerint való evangéliumban, 26. fejezetben, amelyből újraolvasom a 41. és 42. verseket. Virasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvérek, Böjt második vasárnapján vagyunk együtt itt a nagy templomban. Böjti időszakban ünnepre készülünk, a húsvét ünnepére. És a Böjt lehetőség számunkra, hogy valóban alaposan és jól készüljünk az ünnepre. Kérjük a mindenható Istent, hogy ő legyen lelki formálónk ezekben a napokban is. És ahogyan hallottuk az imént felolvasott ige szakaszban, maga Jézus is készült. Készült a húsvétra. És ez a mai ige is megmutatja azt, hogy ő mennyire tudatosan készült. És ez az ige elénk tárja azt, hogy Jézus szenvedése már jóval korábban, mielőtt a nagypénteki események folyamata elkezdődik, már jóval korábban elkezdődött. A Gecsemáné kertnek az eseményeit tárja elénk a mai ige. És azt mutatja be, hogy Jézus Isten fiaként, isteni természetével tudatosan vállalta a keresztet, tudta azt, hogy mi vár rá, de látjuk azt is az igéből, hogy mégis
emberi természete is ott van Jézusnak, hiszen megrendült. Tudta, hogy rá fog terhelődni az ő életére ez a bizonyos pohár, keserű pohár, ahogy énekeltük is az imént, és erre készülni kell. És mindnyájunk életében, testvérek, kivétel nélkül mindnyájunk életében vannak olyan szakaszok, amelyről tudjuk, hogy meg fognak történni, elkerülhetetlenek a mi életünkben, és nekünk fel kell rá készülnünk. Csak hogy a készülődés olykor egyáltalán nem kényelmes folyamat. Mert vannak olyan helyzetek, amikor a készülődés bizony nagy lelki küzdelemmel jár együtt. Készülünk. Bár tudjuk, amikor az esemény bekövetkezik, az fájni fog. Sok minden lehet ilyen az életünkben. Ilyen lehet egy betegség esetén a műtét vagy a kezelés, amit előjegyeztek nekünk, vagy készülés valakinek a távozására, az elmenetelére, aki élete vége felé jár, de van, amikor valaki például egy válásra készül, az is megrendítő. Lehet valakinek a munkahely elvesztése, vagy annak a közeledése. És mindazok az események, amelyek most úgy eszünkbe juthatnak, amelyekről tudjuk, hogy be fognak következni, és fájni fognak. Jézus tudta, szenvedés vár rá, mégpedig olyan, amit korábban senki nem élt át ezen a földkerekségen. Jézus lelkében ezért ott van a küzdelem és a gyötrelem. Olyan út vár rá, amit ő sem tapasztalt korábban. És lelki szemeink előtt megjelenik Jézusnak a képe, hogy ott imádkozik a Gecsemáné kertben, ahol háromszor is az Atyához fordul imádságában. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Igen, háromszor hangzik az imádság. Gondoljunk bele, micsoda érzések feszültek Jézusban, ha háromszor is nekifutott ennek az imádságnak. De eljut odáig az imádságban, hogy az Atya akarata teljesüljön, az Atya terve valósuljon meg. És Jézus rámutat ezzel az imádsággal még valamire, ami fontos számunkra is, arra, hogy a fájdalom ott van az életben. A fájdalom az természetes. Aki keresztény, az sem lesz mentes tőle, mert lesznek fájdalmas időszakok. És megmutatta azt is mindannyiunk számára, hogy nekünk nem olyan Istenünk van, aki a magasságból, a mennyei trónusból ránk tekint, és érzéketlenül nézi az életünket. Nem. Nekünk olyan Istenünk van, aki közösséget vállalt velünk, aki magára vette mindnyájunknak az életét. És éppen ezért ő megérti a mi életünket, a mi sorsunkat. Megérti a bánatunkat. Megérti azt, amikor fájdalmas nehézségekkel nézünk szembe. Vagy amikor őt újra és újra keressük és kérdezzük nyomorúságainkkal, bajainkkal. Ő meghallgat. Gondol ránk, gondja van ránk. És olyan Urunk van, aki jól tudja, mit jelent szenvedni, éppen ezért vállalja a szenvedőkkel való közösséget. És azt is látjuk, hiszen az igéből kiderül, hogy miközben Jézus készül, a tanítványok alszanak. Ők nem készültek. Nekik nincs ott az a fejükben, ami Jézusnak ott van szívében, lelkében, ami Jézus előtt tiszta és világos, alszanak. Fogalmuk sincs arról, hogy néhány órával később majd Jézus keresztre fogják feszíteni. Ők még abban a nyugalomban vannak, nyugalmi állapotban, ott a kertben, hogy minden rendben. Ezért ne is kérjük rajtuk számon azt, hogy ők elaludtak menet közben. Viszont később minden világos lesz. Minden a helyére kerül számukra is. Utólag megértik majd, hogy mi miért történt.
és később maguk is boldogan vállalják a szenvedést az evangéliumért. Mert az a Péter például a tanítványok közül, akik ott vannak a Kecsemáné kertben, az a Péter, aki alszik, néhány héttel később a Szentlélek hatására elmondja azt a prédikációt, aminek következtében 3000 ember tér meg. De ott lehet bennünk mindezek közben az a kérdés, ott motoszkálhat, mi volt az, ami miatt Jézus így megrendült? Talán a keresztre feszítés fizikai fájdalmai rémítették meg? Vagy valami másról is szó van itt ebben a történetben? Milyen pohárról van itt szó? Milyen pohárról beszél Jézus? Mi volt abban a pohárban? Az Ószövetségben a pohár, mint jelkép, több alkalommal is megjelenik. Például Jeremiás próféta könyvének 25. részében ezt olvassuk. Ezt mondta nekem az Úr Izrael Istene, vedd el kezemből ezt a poharat, amelyben a harag bora van, és adj inni belőle minden népnek, amelyhez küldelek. Ha pedig nem akarják elvenni kezedből a poharat, hogy igyanak belőle, ezt mond nekik. Így szól a seregek ura, ki kell innotok. A pohár. Pohár egy ószövetségi jelkép is, Isten haragja, Isten haragjára. Jeremiás prófétának kötelessége volt meghirdetni, hogy nincs menekvés Isten haragja elől. Mit jelent Isten haragja? Kérdezhetjük nyugodtan. Mit csinál Isten, amikor haragszik? Talán tüzes villámokat küld, vagy bottal jól elfenekeli a bűnös embert, mint egy apa rosszul viselkedő gyermekét. Ez a kép is megjelenhet, de tudjuk, hogy ez nem így van. Isten nem bottal és nem tüzes villámokkal büntet, hanem az a büntetése, hogy megengedi. Megengedi azt, hogy az embereket saját vágyaik sodorják a biztos pusztulás felé. Isten büntetése az, amikor enged nekünk, éljünk az emberi kívánságok szerint, és hagyja, hogy menjünk a kárhozat felé. És Isten tudja, hogy magunktól ezen az önpusztító úton nem fogunk megállni. És kényelmetlen ez a beszéd. Kényelmetlenül érinthet bennünket. Amikor Istenről azt hirdetjük, hogy kegyelmes, szeretettel, teljes, türelmes, akkor egyszer s mind ítélő és haragos is. És tudjuk, hogy a haragvó Isten ugyanaz, mint a szerető Isten. És Isten haragja ott lép működésbe, ahol a gonosz munkálkodik, ahol a bűn jelen van. Isten haragszik, amikor a gyermekei a gonosz felé fordulnak, igazságtalanul cselekszenek, szeretetlenül élnek. És helyzet az, testvérek, és ezt is nagyon jól tudjuk, hogy Istennek nagyon sok oka van arra, hogy haragudjon. És ha megvizsgáljuk saját életünket, akkor a lelkünk mélyén tudjuk azt, hogy Isten jogosan haragszik. Mert a harag pohara, Jézus pohara tele van. Benne van az emberi történelemnek minden bűne. És ezt a poharat mi töltöttük meg közösen? Erről a pohárról beszél Jézus. És el lehet gondolkozni azon. Most ebben az órában is, hogy mi személyesen mit öntöttünk bele ebbe a pohárba. Milyen keserű cseppeket öntöttünk ebbe a pohárba. Mert vannak keserű cseppek, amikkel töltjük ezt a poharat, amikor tönkretesszük emberi kapcsolatokat, vagy mérgező szavak hagyják el ajkunkat, vagy pletykálunk, rossz indulattal terjesztünk híreket másokról, megbocsátásra képtelen indulattal vagyunk,
önző vágyakat helyezünk előtérbe, vagy éppen fenyegetjük egymást, hogy uralkodjunk a másik emberen, irigyek vagyunk, türelmetlenek, érzéketlenek, ígéreteinket nem teljesítjük. És ebben a pohárban minden benne van. Azok a bűnök is, amelyeket akár ma reggel követtünk el, miután felébredtünk. Ezekkel töltjük meg a harag poharát. És a bajok egy tőről fakadnak, mégpedig, hogy elszakadtunk Istentől, és Istentől elválaszt a bűn bennünket. És a lényeg, amiről beszélni akarok, testvérek, hogy mi nem menthetjük meg magunkat Isten haragjától. Nem érhetjük el az üdvösséget. Az emberi menekülési útvonalak lezárultak, és nekünk kellene kiinni a harag poharát, mert a harag pohara az fel van címkézve, név szerint, nekem is, neked is. És Jézus a mi poharunkat vette át, ami nekünk volt számba. Ez volt a terve, ez a terve Istennek a mi megmentésünkre. A kereszten az Atya a harag poharát öntötte ki Jézusra. És Jézus részesévé vált Isten haragjának a bűn miatt. Magára vette mindazt a bűnt, amit ember elkövethet. És ez az, amit Jézus előre látott ott a Gecsemáné kertben. Ezt a poharat kellett kiinnia. Nem csoda, hogy háromszor is imádkozott az Atyához. Jézus látta a bűn nagyságát, annak mértékét, amit magára fog venni. Látta Isten ítéletét, amit el kellett hordoznia, és ez még őt is megrendítette. És tudja, át kell élnie azt, amit korábban soha nem tapasztalt meg. A bűnös ember állapotát, az elhagyatottságot. Az a Jézus, aki mindig az Atya szeretetében volt, onnan kiindulva végezte a szolgálatát. A kereszten Isten haragja fogja őt büntetni. Ez a valódi, ez az igazi szenvedés. És ez megint csak rólunk is szól, testvérek, hogy mi, ma élő keresztények, mennyire vesszük komolyan a bűn kérdését. Bőti időszakban érdemes ezen gondolkozni. Mert amikor bűnökről beszélünk, nagyon könnyen kisebbítjük őket, hogy nem akarok szembenézni velük. Azt gondoljuk, nincs is ezekkel nagy probléma, meg egyébként is mindenki ezt csinálja. És el lehet altatni nagyon könnyen a lelkiismeretet. És megtalálhatjuk a magyarázatot a bűneinkre, amikor ráfogjuk arra, hogy milyen terhelt, meg bonyolult az életünk, meg az a családi háttér, amiből jöttem, nem is én vagyok a felelős, meg egyébként is annyira elfoglalt vagyok, milyen nagy, milyen sok az én munkám, szükségem van egy kis levegővételre, egy kis szabadságra. El lehet altatni a bűn komolyságát az életünkben. De Jézus arra sarkal bennünket, hogy vegyük komolyan a bűnkérdést. Ő halálosan komolyan vette. És kiitta azt a poharat, és addig itta és itta, míg végül ki nem mondta a kereszten, én Istenem, miért hagytál el engem? És addig itta a poharat, amíg ki nem ürítette, amíg azt nem mondta Jézus ott a kereszten, hogy elvégeztetett. Bűnné lett értünk, büntelenként. Ha valakit keresztre feszítettek az ókori Rómában, senki nem gondolta az illetőről azt, hogy na, hát ártatlanul van ott a kereszten. Sőt, a bűnét felírták a keresztnek a tetejére is. Jézus keresztjén is ott állt a felirat, az ő bűne, a zsidók királya. Sokak szemében ez is bűn volt. Jézus annak mondta magát. De Jézus büntelenként volt ott. Büntelenként volt ott a kereszten. Az Atya akaratát vitte véghez. És a Gecsemáné kertben történt lelki küzdelemnek az a vége, hogy nincs más út az ember üdvösségére.
Jézus kiitta a poharat, és az evangélium az, hogy Isten haragja elvétetett rólunk. Nem ér el bennünket. Az evangélium, hogy Isten haragjának pohara üres. Üres azok számára, akik komolyan veszik a bűnkérdést, akik bűnbocsánatot nyernek Krisztus által. És most annak az idejét éljük, testvérek, hogy töltsünk meg egy másik poharat. Töltsük meg az élet poharát. Munkáljuk az életet ebben a világban. És hiszem azt, hogy Isten így örömmel tekint ránk. Mivel töltjük meg az életünket? Mi az, ami kedves Istennek? Hadd válaszoljak egy múlt heti eseménnyel erre a kérdésre. Az elmúlt napokban többször beszéltem az egyik lelkipásztor testvéremmel, testvérgyülekezetünk lelkipásztorával, Pocsai Sándorral, aki Kárpátalján szolgál a Csongori testvérgyülekezetben, aki elmondta azt, hogy egyre többen hagyják el Kárpátalját, de ők kitartanak, mert rengetegen érkeznek hozzájuk segítségkéréssel. Lelkész testvérem elmondta azt, hogy jelenleg 30 családnak adnak szállást. Nekik bibliaórákat szerveznek, ukrán nyelvű bibliát használnak, együtt énekelnek, gyermekeknek hittanfoglalkozásokat tartanak, és elmondta, hogy Isten a misszióra is használja ezeket a napokat. És elmondott egy érdekes dolgot, hogy hozzájuk az Ukrajna belsejéből menekülő ukránok meg vannak lepve azon, hogy a magyarok mennyire rendesek velük, hogy milyen nagyszerű emberek. Mert az ukránok úgy tudták, hogy a Kárpátalján a magyarok utálják az ukránokat, és félni kell tőlük. És egészen más tapasztalnak. Jézus kiitta a harag poharát, megbékéltetett Isten és embert. És Jézus által lehet megbékélés az emberek között, hogy ne a harag és ne a bűn növekedjen, hanem a szeretet, öröm és reménység. Ezért itta ki a poharat. Jézus ilyennek akar látni bennünket, akik munkálják a megbékélést, akik hirdetik Isten szeretetét, és töltsük meg életünk poharát a szeretettel, a békességgel, örömmel. Tegyük azt, amivel munkálom a másik embernek a javát. Mert aki szívében, lelkében igazán átéli annak a jelentőségét, hogy mit tett Jézus Krisztus, hogy kiitta azt a poharat, annak igazán hála költözik a szívébe. Elkezdi Jézus cselekedeteit gyakorolni. És én azt kérem, hogy ezen a böjti vasárnapon nézz Jézusnak a keresztjére, aki Isten haragját magára vette, hogy mi Isten kegyelmében és szeretetében éljünk. Nagyon nagy szükség van erre. Egy szeretett testvérek, talán a Covid-járványnak lassan vége van. Lejött egy újabb tragikus nyomorúság, háború van a szomszédban, menekültek tömege érkezik, és nem tudjuk, hogy mi lesz a vége ennek az egésznek. És hogyha véget ér majd ez a háborúság, akkor is lesznek bajok. Lesznek majd újabb nehézségek. És azt is tudjuk, hogy az élet mennyire törékeny. A szenvedés az velünk marad. És lesznek küzdelmeink. És talán most is vannak. Most is vannak fájdalmak, most is van szomorúság, most is van félelem. De Jézus itt van velünk, szent lelke által. És pontosan átérzi azt, amit te érzel. Tudja a te lelkedben és szívedben mi van. És minden, ami ránk vár, az elkövetkezendő időkben Jézussal együtt készülhetünk. Ez is kegyelem. Vele együtt nézhetünk szembe mindazzal, ami körülvesz bennünket a hétköznapokban. Ő velünk van. Nem vagyunk magunkra hagyva, nem vagyunk egyedül. Ez kegyelem. És Isten azt üzeni ma, hogy megértelek. Megértelek félelmeidben, szenvedésedben. Hiszen szenvedtem, én kiittam a poharat, érted, hogy neked életed legyen. Így legyen. Amen.
most pedig az orgona hangjával mélyítsük el az ige üzenetét. Jöjjetek, imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, örökkévaló Istenünk, megvalljuk előtted, hogy bűneink miatt haragod jogosan sújt bennünket, illetve sújtana bennünket, és semmit sem tudunk felhozni a mentségünkre. Éppen ezért hála van a szívünkben, hogy Jézus Krisztus, egyszülött fiad, kiitta a harag poharát értünk, ami nekünk volt elkészítve. Köszönjük, hogy Jézus vállalta a szenvedés útját. Mentő szeretetével végigjárt azt, hogy nekünk ne kelljen rajta végigmennünk. Magasztalunk azért, Urunk, hogy Jézus megváltói munkája ránk is érvényes. Kérjük szent lelked által, mutass rá bűneinkre, hogy azokat hagyjuk el, és éljük azt az életet, amely kedves előtted. Add, hogy változzunk meg, hogy mi már ne a harag poharát töltsük tovább, hanem a szeretet, öröm, béke, reménység poharát. Adj segítséget szent lelked által, hogy felismerjük a helyes cselekedeteket. Mutass utat a mi életünkben. Megköszönjük, Urunk, ezen a mai vasárnapon magyar népünket, nemzetünket. Köszönjük népünk gazdag történelmét. És köszönjük azt, hogy 174 évvel ezelőtt voltak magyarok, akik felismerték egykor, hogy mi a helyes cselekedet. Adj ma is vezetőket, akik jól látják, hogy milyen döntéseket kell meghozniuk népünk érdekében. Urunk, kérjünk azért is, hogy állj a szenvedők mellé. Most nagy nyomorúságon megy keresztül ez a teremtett világ. A háború nagyon közel jött hozzánk. Aggodalom van a szívünkben, határon innen és túl.
Kérjük, hallgattasd el a fegyvereket. Adj józan és megoldás felé vezető gondolatokat a vezetőknek. Állj a szenvedők mellé. Te jól tudod, Urunk, mit jelent szenvedni, félni. Kérjük vigasztalásodat és erőt adó jelenlétedet. Légy ott, ahol segítségül hívnak téged. Az utakon, a határnál, az óvóhelyeken, a családokkal, az egyedül állókkal. Ennek a szenvedő világnak, Urunk, nagy szüksége van rád. Rád, aki velünk vagy, és átérzed a szenvedők sorsát. Urunk, kérjük, könyörülj rajtunk. Így imádkozunk gyászoló testvérekért, k az elmúlt napokban vettek búcsút elhunyt szerettüktől. Kérjük gyógyító szereteteddel, vedd körül a betegeket is. S áld meg a ránk következő hetünket, a ránk következő hét minden munkáját szenteld meg. Jézus Krisztusért kérjük, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon veletek most és mindenkor. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és egy éneket énekeljünk, a 759-es számú énekünket, ami ennek az időszaknak kiemelt éneke, mindhárom verssel énekeljük. Első vers így kezdődik, új szövetséged elfogadom. Szeretett testvérek, most hallgassátok meg a hirdetéseket, amelyeket röviden kívánok hirdetni. Ma a keresztség sákramentumában részesült Juhász Anna gyermek. Isten áldja meg a megkeresztelt gyermeket szüleivel, családtagjaival együtt. Együttérző szeretettel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Cebe Miklósné,
Boldog Ibolya 80 évet élt, Palic György 81 évet élt, és dr. Belle László 93 évet élt testvéreinket. A gyászoló családtagoknak Jézus Krisztus szavaival kívánunk vigasztalódást, aki keres minden gyászoló szívet, és a feltámadás evangéliumával akar reménységet adni. Így szól hozzánk, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Az emlékharangként szólt a Rákóczi harangunk március 11-én 11 órakor Barakony Gizella emlékére, aki gyülekezetünk egykori beosztott lelkipásztora volt, az igaznak emlékezete áldott. Hirdetem alkalmainkat. Március 19-én egyháztáji vásárt tartunk a gyülekezeti központban a Leány utcán. Március 27-én 10 órakor családi Isten tisztelet lesz itt a nagy templomban, amelyre várunk mindenkit természetesen szeretettel, és azt követően pedig közös ebédre is a Debreceni Református Kollégiumnak az étkezőjébe. És kérem a testvéreket, hogy regisztráljanak erre a közös ebédre, vagy a lelki hivatalban lehet ezt megtenni, vagy pedig a honlapunkon, erre a felület már készen van, és az ebédnek van egy jelképes hozzájárulási díja, ez 400 forint, amit szintén a lelki hivatalban lehet befizetni. Április 17-én húsvét hajnalban, ez húsvét vasárnapi időpont, úrvacsorás istentiszteletet tartunk a fancsikai Árpádkori templomnál. Ezzel kapcsolatban még leszünk hamarosan tájékoztatással, és az istentiszteletet követően, hajnali istentiszteletet követően pedig húsvéti reggelire is várjuk majd a testvéreket a gyülekezeti terembe. A rendtartásunkban lehet még olvasni a gyülekezeti táborról, a hittantáborról, amire már ezekre a táborokra hamarosan lehet majd jelentkezni is. Az 1%-os felajánlások lehetőségére is szeretném felhívni a testvéreknek a figyelmét. 4 alapítvány is van, ami gyülekezetünkhöz köthető, kapcsolódó, az Immanuel Alapítvány, a Nyitott Ajtó Alapítvány, a Muzika Szakra Egyházzanai Alapítvány és a Debreceni Nagy Templomért Alapítvány. Ezekre lehet az adó 1%-ot felajánlani. Kérem a testvéreket, hogy aki adóbevallást készít, az jelezze, hogy gyülekezetünk alapítványát kívánja támogatni az maradék 1%-kal, és egyházunkat is lehet természetesen támogatni. Technikai száma Magyar Református Egyháznak 0066-os. Hirdetem, hogy holnapi nap, itt a hétközi alkalmak között egy rosszul van feltüntet, mert holnap nem lesz bibliaiskolai alkalom, ez el fog maradni, és a lelkész hivatal sem lesz holnapi nap folyamán nyitva. Hirdetem azt, hogy ahogy már prédikációban is említettem, hogy beszéltem Pocsai Sándor nagytiszteletű úrral, a Csongori testvérgyülekezetünk lelkipásztorával. Az elmúlt héten eljuttattuk gyülekezetünk újabb adományát, egy mosógépet, szárítógépet, egybe ilyen masinát vásárolta a gyülekezetünk, és mosószert is vásároltunk hozzá. A szeretett szolgálat kis busza ki is juttatott hozzájuk Kárpátaljára, és nagyon-nagyon hálásak voltak érte, mert hogy egyre több családról kénytelenek gondoskodni, és az egyik mosógépük pont tönkrement, úgyhogy gyülekezetünk ezzel tudott segíteni most, hogy egy mosógépet vásároltunk számukra. Lehet természetesen adományokat felajánlani továbbra is gyülekezetünknek. Hogyha átutalással kíván valaki adakozni, akkor kérem tüntesse fel a megjegyzés rovatban, az átutalásnál, hogy Kárpátalja támogatására, vagy menekültek támogatására, és így egyértelműen tudjuk, hogy az az adományt akkor erre a célra fogjuk fordítani. És ha már menekülteket említettem, a katasztrófa védelemtől is érkezett egy megkeresés, egy kérés a gyülekezetek felé, az egyházmegye minden gyülekezetét megkeresték, akik, mert hogy kérik a gyülekezetek segítségét a Bihar-keresztesi határátkelőnél.
De azt írják, hogy Románián keresztül a napokban több ezer menekült érkezett és érkezik az országba, és nincsenek önkénteseik, akik az irányításukban segítségükre lehetnének. Ezért azzal a kéréssel fordulnak hozzánk, református gyülekezetekhez, hogy önkéntesek toborzásával és küldésével segítsük az ő munkájukat. Magyar Református Szeretetszolgálat vállalta, hogy segélyekkel segíti az ellátást, valamint azt is felajánlották, hogy egy munkatársuk kifejezetten erre a feladatra rendelkezésünkre fog állni az elkövetkezendő fél évben. Önkéntes szolgálatra lehet jelentkezni, bővebben majd a lelkész hivatalban is lehet kérni tájékoztatást, valamint a gyülekezetünk honlapján is fel lesz tüntetve majd, hogy hogyan lehet pontosan erre az önkéntes szolgálatra jelentkezni. És a szolgálatok között az egyik legfontosabb az imádság szolgálata, és végezetül erre szeretném felhívni a testvéreknek a figyelmét. Imádkozzunk a békéért, a háború befejezésért, a békés rendezésért, a menekültekért, imádkozzunk beteg testvéreinkért, imádkozzunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk megújulásáért, és minden vasárnap ima közösséget tartunk az Isten tisztelettel, tehát megelőzően 9:30 az ima teremben, erre is várunk mindenkit szeretettel. Pál apostol biztat minnyájunkat, szüntelenül imádkozzatok. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. És most pedig testvérek, közeledik nemzeti ünnepünk, március 15-e, az 1848-49-es szabadságharcunknak az ünnepe, az évfordulója, és ezért most énekeljük el nemzeti imádságunkat együtt, a himnuszt. Foglaljuk el helyünket, és most Isten tiszteletünk végén énekeljük záró énekünket, a 464-es számú énekünket énekeljük első 4 versével, ez a régi énekeskönyvünkben a 291-es számú ének. 464-es számú énekünk így kezdődik: Ó, mi kegyelmes Krisztusunk, ki vagy nékünk igazságunk.